Ismerős képek a térről. A leeső hó, a megváltozott utak nehézséget okoznak a közlekedésben, és nem csak a közutakon. Elejét lehet venni a gondoknak, ha a gépjármű megfelelően fel van készítve az időjárás okozta nehézségekre. A rendőrség azt mondja, az a tapasztalatuk, hogy az utóbbi időben óvatosabbak a vezetők a késő őszi-téli hónapokban. Ennek ellenére a figyelmetlenség több esetben okozott már akár halálos balesetet is. Számos esetben fordult elő az elmúlt években, hogy emiatt halálos kimenetelű baleset is történt. Elmondható azonban, hogy az állampolgárok nagy része jobban figyel a téli időszakban arra, hogy hogyan közlekedjen. Ennek hatására a balesetek száma mégis csökken. Cserére váró gumik a szervizben. Bár a hónak még nyoma sincs, a szakember véleménye szerint a hűvös reggelek és esték miatt érdemes idejekorán átállni a téli gumikra. Azt mondja, a biztonság érdekében válasszunk legalább középkategóriás gumit, mert a nagyon olcsó termékek nem adják meg a megfelelő biztonságot. Ne kopott téli gumik legyenek, hanem ugye ott is a megfelelő mintavastagság is legyen, ne csak az legyen a neve, hogy téli gumi. Úgy van, sokan azt hiszik, hogy passzol a téli gumi, mert télie van, de igaz, hogy már 10 éves a gumigarnitúrája, ami ugyanúgy nem hajlandó, vagy nem alkalmas ugye arra a tapadásra, amire ugye szüksége lenne egyáltalán egy mozgó járműnek. Antal Zoltán arra is felhívja a figyelmet, hogy az autók teljes átvizsgálása időszerű ilyenkor. És hiába a jó gumi és a megfelelő műszaki állapot, a legfontosabb, mondják a rendőrök, hogy megfelelő sebességgel és távolságtartással vezessünk a balesetek elkerülése érdekében.